Idén 100 éves a Magyar Védőnői Szolgálat. Erre a jubileumra is emlékeztek Hévízen az Anyateljes Világnap alkalmából tartott rendezvényen. A program résztvevőit elsőként Papp Gábor polgármester köszöntötte, aki beszédében ennek a napnak a jelentőségére hívta fel a figyelmet. Amikor ezt a napot létrehozták, akkor az elsődleges cél az volt, hogy a leendőbeli édesanyákat és az édesanyákat felvilágosítsák arról, hogy mennyire fontos az, hogy a anyatejjel táplálják a gyerekeket. És hát persze nagyon szoros az összefüggés a védőnői szolgálat és az Anyateljes Világnap, illetve ezen felvilágosítás között, hiszen ők azok, akik minden nap találkoznak azokkal a friss szülőkkel vagy leendőbeli édesanyákkal, akiknek segítséget tudnak nyújtani minden téren. A város hogyan segíti a védőnői szolgálat működését, illetve azt, hogy minél több fiatal család telepedjen meg a városban? Hát számos intézkedést próbálunk megvalósítani. Az iskolák, bölcsödék, óvodáink fejlesztésén túl a szakembereknek, a képzésének a segítségén, és hát a védőnői szolgálatnak az életben tartása, az ő támogatásuk, továbbképzésük, amire az elmúlt időszakban számos példa volt, illetve számos olyan szülőprogramot is próbálunk bevezetni, ami valójában azt gondolom, hogy tényleg azt célozza a részünkről mindenképpen, hogy úgy gondolják a fiatal leendőbeli családok, hogy érdemes Hévízen családot alapítani, mert a család alapításhoz szükséges segítséget azt a város megpróbálja maximálisan biztosítani. A helyi védőnői szolgálat múltjáról és jelenéről is szó esett a rendezvényen, és köszöntötték azokat a védőnőket is, akik korábban dolgoztak Hévízen. Hívtunk nyugdíjas kolléganőket, ők az Enikő dolgozott itt, az ő neve szerintem mindenki számára ismert, a Keveházi Enikő neve. Én úgy tudom, hogy ő 73-tól dolgozott itt, 1973-tól. Jelen pillanatban milyen körülmények között hányan és hogyan látják el a védőnői szolgálatot a városban, illetve a környéken? Jelenleg itt a városban mi hárman vagyunk védőnők, körzetekre vagyunk osztva, és ez alapján látjuk el gondozottakat, családokat. Hány ellátottról, hány kisgyermekről gondoskodnak? Egy körzetben nekem van ilyen 100 körüli családom körülbelül, ez a legtöbb. A hévízi védőnök által ellátott gyermekek 40%-át táplálják manapság anyatejjel, és egyre többen ismerik fel ennek a természetes tápanyagnak a fontosságát. Az anyatejnek számtalan jótékony hatása van. Részt vesz abban, hogy az immunrendszer korábban rendesen megérjen a gyermekben, hiszen életlen immunrendszerrel születnek, életlen még a bélrendszerük, nincsen normál bélflórájuk, és ezeknek a kialakulásában, a normál bélflóra kialakulásában, abban, hogy az immunrendszer érjen, nagyon jótékony hatása van az anyatejnek. Fontos, hogy ezt 4-6 hónapos korig kizárólagosan anyatejesen tápláljuk a csecsemünket, hogyha ezt nem tudjuk megtenni, akkor pedig olyan tápanyagokat, olyan tápszereket adjunk nekik, amelyek tartalmaznak probiotikumokat, és minél inkább allergia megelőzőek, tehát hipoallergének. Mennyire hajlamosak manapság az anyukák arra, hogy anyatejjel táplálják a gyermeküket? Egyre nagyobb a hajlandóság arra, hogy anyateljes táplálás legyen. Nagyon jó a promóciója mostanában az anyatejnek, hiszen sokkal egyszerűbb és könnyebb. A rögtön megfelelő a hőmérséklete az anyatejnek, megfelelő az összetétele a saját csecsemője számára. Úgyhogy mindenkit biztatunk arra, hogy ha van rá lehetősége, akkor igenis szoptassa a gyermekét. Az ünnephez és az Anyateljes Világnaphoz kapcsolódva a hévízi védőnök egy témába vágó rajzpályázatot is meghirdettek. Alapvető gondolatunk az volt, hogy kíváncsiak voltunk, hogy a gyerekeknek mi jut eszébe a védőnőről, és ez ütlette meg ezt a rajzpályázatot. Mi jut eszük be a gyerekeknek a védőnőkről? Hát az elsősoknál általában, amit utoljára csináltunk meg, tehát hallásvizsgálat, orvosi védőnői vizsgálat, a felsősoknál azért picit szabadabb volt a fantázia, ott ilyen beszélgetések, elsősegélynyújtás, szakkörök jutottak az eszükbe. Mennyire sok gyermek mozdult meg erre a pályázatra? A lelkesedés nagy volt, sokan rajzoltak, de ebből próbáltuk a legjobbakat kiválogatni.